Vásárlás öt szakasza, röviden. Első, ugye a szükséglet. Második, információgyűjtés. Harmadik, alternatívák kiértékelése, tehát a lehetőségek kiértékelése. Negyedik, ugye a vásárlás, tehát amikor már tudjuk konkrétan, hogy milyen terméket akarunk venni, és ezt megvesszük. Ötödik, elégedettség szakasza. Tehát vásárlói elégedettség, hogy meg vagyok elégedve azzal, amit vettem, olyan áron, amit én szerettem volna, és jó is a termék, és sokáig használt veszem. Tehát ebből az öt szakaszból áll, tehát szükségletből, információgyűjtésről, hogy ugye beszerzi több boltból is az információt, például ugyanarra a termékre, hogy ott milyen áron adják, ugye, meg hogy milyen garancia jár rá, hány év garancia például, hogyha most itt műszaki cikkre gondolunk. Tehát ilyeneket is át kell gondolni a vásárlásnál, vásárlónak. Tehát ezért van a vásárlásnak öt szakaszát. Tehát szükséglet, információgyűjtés, alternatívák kiértékelése, tehát a lehetőségek, hányféle termék van hányféle gyártótól, és ugye a negyedik a vásárlás, tehát amikor konkrétan meg is vásároltam. Ötödik meg az elégedettség szakasza, tehát meg vagyok elégedve azzal, amit választottam és vettem, a minőségével is, funkciójával is, és a garancia mértékével is meg vagyok elégedve. Úgyhogy a vásárlásnak ez lett volna az öt szakasza röviden. Remélem hasznos volt, úgyhogy további jó tanulást kívánok!